Rovatunkban ezúttal a Másik érintése című filmalkotóival beszélgetünk. Kórokozó egy eddig ismeretlen vírus, ami az agyat támadja meg. De van egy hely. Milyen hely? Hát ahol állítólag tudnak segíteni. Ez a film az emberi érintésről, illetve annak hiányáról, illetve a hiány következményeiről szól, és egy ismeretlen vírus üti fel a fejét közöttünk, ami miatt nem tudják az emberek megérinteni egymást. De a főszereplői egy gyerekes család, egy 16 éves fiúval, nyilván nem csak a fizikai kapcsolódás, hanem a lelki kapcsolódásról szól. A családon belül is különösképpen az apa-fiú viszonyra fókuszálva. Az én szerepem az egy édesanya, egy táncművész anya, Ildikó, aki a főszereplő fiúnak az anyukája. Nagyon nehezen esik teherben. Végre sikerül, és nehézségbe ütközik az ő viszonya a gyerekneveléssel, a családdal, a szakmával, és nagyon kicsi a gyerek, amikor ő elhagyja a családot, külföldre megy táncolni. És ebből azért elég sok ilyen anya-fiú-apa-anya konfliktus adódik. Kolos szerepében Cservák Zoltán látható, akinek fiatalkora ellenére nem ez volt az első film szerepe. Láthattuk őt többek között az Elfelejtett nemzedék című filmben, ahol színészi játékát díjjal is elismerték. A Másik érintése című filmben Zoli egy kamasz fiút alakít, aki dükkezelési problémával küzd. Ez a karakter szeret csajozni, és igazából így a lányok terén is vannak problémái, és ő ezt is így eltitkolja a családban, nem teljesen mesél róla, meg a dükkezelési problémáiról se igazán, és így ez is egy ilyen feszültséget okoz a családban. Van egy nagyon kemény jelenet a gyerekkel, amikor ő megüti az édesanyját. Zoli egy elképesztő színész, amilyen fiatal, olyan érzékeny, olyan izgalmas kis csávó, és nagyon izgi volt, hogy az ő öccse játssza a fiatalkori énjét. Casting voltuk a fiúkat, a Zoli köztük volt, és amíg megcsináltuk a próbafelvételt, én már tudtam, hogy akkor az Zolinak kell lenni. Olyan fantasztikus volt ott is. Mi volt a legnagyobb kihívás számodra? Hát számomra talán a legnagyobb kihívás a csók jelenet volt, mert még így szerepeltem jó pár filmben, de még sose volt olyan, hogy csók jelenet. És az elég érdekes volt számomra, mondom, úristen, mi lesz, hogy lesz. De igazából tényleg tökre teljesen más, hogy egy filmbe csókolózom, mint tényleg élőbe szerelemből. Trokán Anna és a rendező között harmonikus volt a munka a forgatáson, hiszen nem először dolgoztak együtt. Én őt nagyon értem, nagyon és nagyon szeretem az ízlését. Tök egyszerűen dolgozik, nincsen semmiféle faxni, egyszerűen megfigyel téged, és bízik benned. És nekem színészként ennél nincs fontosabb, hogy bízik bennem. Még nekem is itt rejtélyebb a film, mert ugye ez ilyen nehezebb dolgokat dolgoz fel, szóval amit teljesen én sem fejtettem meg, mert egyszer láttam, de akkor ezek szerint még meg fogod nézni még többször? Hát azért meg, igen. A Másik érintése egy disztópikus road movie. Ez az utazás nem csak a szereplőknek, de a moziba látogatóknak is rengeteg érzelmet tartogat.